Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Itt ez a kettes Toyota Prius, ez az én autóm. 167 ezer kilométerrel vettem 2020-ban. Most, lassan 4 év után, mivel hogy ugye tavasszal vettem, van benne 234 ezer, tehát 67 ezeret mentem vele, mondjuk azt, hogy 4 év alatt, pár hónap híján 4 év alatt. És úgy gondolom, hogy ez remek alkalom a számvetésre, hogy megnézzük, hogy mennyit költöttem karbantartásra, és mennyit költöttem szervizelésre. És most nem azért, mert bizonygatni akarom, hogy ez egy mennyire olcsón fenntartható, mennyire strapabíró autó, hanem azért, mert hogyha valaki ilyet akar venni, akkor annak ez egy jó tanulság, valamint, ha bármilyen ilyen általános elsőkerékhajtású kompakt autót akarsz venni egy ilyen nagyjából 100 lóerős benzinmotorral, akkor azért extrém esetektől eltekintve nem valószínű, hogy lényegesen nagyobbak vagy kisebbek lennének a költségeid, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó mérőpont ahhoz, hogyha valaki most vágna bele az autóvásárlásba, akkor milyen költségekre számíthat éves vagy havi szinten. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán lehet a zsebemben turkálni. Ezt az autót többek közt azért mertem megvásárolni, mert vezetett szervízkönyves volt, tehát szépen végigpecsételték benne az előző, azt hiszem talán osztrák tulajnál, hogy milyen javításokat és milyen karbantartásokat végeztek el rajta. És úgy voltam vele, hogy ezt én is folytatni szeretném, hiszen majd az eladásnál jól jöhet, meg alapvetően azért szakértő szervizbe hordani az autót, azt egy jó dolog. Ezt az autót két helyen szervizelték az utóbbi 4 évben, amióta nálam van, az egyik a Toyotim, a másik pedig a Toycar Hybrid Centrum. Mind a két szervizzel maximálisan elégedett vagyok, újabban inkább a Toycarba járok, mert kiköltöztem a Pilisbe, és egész egyszerűen közelebb van, jobban jön ki a lépés, de mondom, tényleg mindkettővel egyformán elégedett vagyok, nagyon értenek a Toyotákhoz. Na de, van itt egy kis probléma. A forinttal és az árakkal az utóbbi 1-2 évben történt egy smás, úgyhogy ahhoz, hogy reálisak legyenek a költségek, én most az összes költséget a mai, tehát a 2023. november 21-i árszinthez igazítottam. Például, amikor ebben az autóban megcsinálták a gyertyacserét, akkor azt hiszem 32 ezer forintot fizettem, de ma, 2 évvel később, ugyanez a művelet 50 ezer forintba kerülne, tehát ezt az árat fogom használni a videóban. Ezt kérlek tartsátok szem előtt, amikor kijön a végösszeg, hogy se az infláció, sem pedig az árnövekedés nincs benne a végösszegben, ezért lényegesen, vagy hát nem lényegesen, de valamivel nagyobb, mint hogyha minden árat egyenként vennék. Vehetnék minden árat egyenként, valószínűleg azt is vissza lehetne túrni, ezzel viszont az a probléma, hogy akkor követhetetlen lenne a videó, meg főleg 4 óra hosszú. Fontos, hogy minden olyan ár, ami ebben a videóban elhangzik, az egy számlás bruttó összeg. Na, kezdjük is. Volt ugye olajcserém 10 000-enként, tehát 6 olajcserével számolva, most közeledik majd a 7. olajcsere, ez 240 ezer forintba került, ugyanis most egy olajcsere 41 ezer forint. Aztán volt egy vízpumpa cserém, szintén itt a motortérben, 35 ezer forintba kerülne mai áron, akkor nyilván kevesebb volt, ahogy erről szó volt, valamint volt a már emlegetett gyertyacsere 50 ezerért, és hajtómű olajcsere szintén 50 ezerért. Ugye? Szépen pörögnek ezek a számok. Itt amúgy hozzátenném, hogy ezek kopó alkatrészek, tehát ezek nem hibrid specifikus dolgok, ezt akár ott a háttérben álló G-Astrán is el kéne követni idővel. Szintén a kopó és fogyó dolgokhoz tartozik a lengéscsillapító, porvédő, a pillangószelep tisztítás, a klímafeltöltés, az ablaktörlő lapátok. Ezeknél 70 ezer forint volt a munkadíj, és 42 ezer az anyagköltség. Felmerült még egy kerékcsapátcsere is. Na most itt azt mondták, hogy be lehet rakni olcsóbbat, csak az a baj, hogy akkor azzal valószínűleg 3 hónap múlva megint ott lennék, hogy búg, mint az istennyila. Itt 51 ezer forint volt az anyagköltség, és a munkadíj pedig 38. Fontos megjegyeznem, hogy ez az 51 ezer forint ez nem csak a kerékcsapágy, hanem még volt benne egy féltengely szimering is. Hiába hibrid az autó, ettől még van benne hagyományos akkumulátor, ugye a kis aksi. Ez is kifeküdt a gyári AGM így 16 év után, tavaly kellett kicserélnem. Ez most ugye egy 17 éves autó, ez a Barta, ami belekerült, ez 35 ezer forint volt, és hogyha már a 35 ezer forintos tételeknél tartunk, én általában, amikor ezt az autót műszaki vizsgáztatni kellett, elvittem a szervizbe, és megkértem, hogy végezzék el a műszaki vizsgát, az autó deák igazolvány nélkül ment át, tehát nem levelezőn vizsgázott, mind a két alkalommal 35 ezer forintba került, tehát újabb 70 rugót hozzá lehet számolni az összköltséghez.
Ezek voltak eddig a karbantartások, most pedig jönnek a műszaki hibák, ezek viszont már hibrid specifikus dolgok. Szóval, először is volt egy hibrid akku javításom, mert tönkrement 4 panel. Nagyon fontos, hogy nem cella, panel. Ugye ilyenkor nem elég kivenni a rosszat és berakni a jót, hanem meg kell vizsgálni az akkutömböt, balanszírozni kell és hasonlók. Itt van ugye munkadíj és anyagköltség is. A 4 panel 25 ezer forintba került, a munkadíj pedig 84 ezer forint volt, tehát az akkumulátor javítása 184 ezer forintba került, és bíztam benne, hogy tartós lesz. Hát nem lett. Erre amúgy már a szervizben is figyelmeztetek, hogy ez Blutri, van akinek még van 3-4 éve, van akinek csak egy. Nekem csak egy év jutott, úgyhogy ki kellett cserélnem az akkumulátort. Egy 2017-es kiégett, mármint hogy csak az elejé égett ki, Toyota CHR-nek az akkumulátora került bele. Ez akkor egy 5 éves autó volt, mindössze 80 ezer kilométerre, és mivel beszámították az én akkumulátoromnak még használható paneljeit, ezért ez a művelet 651 ezer forintba került. Na de, el is értünk a végösszeghez. Én erre az autóra 67 ezer kilométer alatt, 4 éven belül 1 millió 510 ezer forintot költöttem. Fontos, ebben nincs benne az üzemanyag, és nincs benne a kötelező biztosítás. Ez csak a karbantartás, valamint a műszaki hibák javítása. És akkor most filozofáljunk kicsit. 1 millió 510 ezer forint. De akkor ez most sok, vagy kevés? Hát, hogyha úgy nézzük, akkor sok, ha másrészt, akkor meg nem is annyira sok. Tehát ez 4 évre visszabontva, ez évi 375 ezer forintot jelent, vagyis havi szinten az autó karbantartása és szervizelése 32 ezer forint. Szerintem érdemes nektek is kiszámolni, írjátok meg, hogy mennyi itt a kommentekben, mert nagyon érdekes lehet típusonként összevetve, és ez egy összetettebb sztori, hogy ez az autó, hogy ez az autó nálam hogy működik. Mert, mint ahogy azt látjátok, kívülről nincs a legszebb állapotban. Vannak rajta karcok, eláll a hátsó lökhárító, kicsit már itt-ott lemattult a lámpabúra és hasonlók, de megmondom őszintén, az esztétika nem érdekel. Engem az érdekel, hogy ez az autó műszakilag mindig tökéletes legyen. Például, hogy ugye a családdal most lenyomtunk egy 2500 kilométeres európai túrát, és az összes felkészítése az autónak az volt, hogy ellenőriztem a keréknyomást, és a bal első kerékbe fújni kellett 0,5-et, mert annyit visszaengedett. Vannak olyan barátaim, akik mindig elmondják, hogy hát az ő autójukra semmit nem kell költeni. Meg ugye ez egy viszonylag gyakran szembejövő állítás a neten, hogy megvettem ezt az XY autót, és csak hajtom, és egy fillérbe nem kerül. És azért, amikor belülük ilyen autókba, azért ki szokott derülni, hogy a kormánynak már akkora holtjátéka van, hogy amikor eltekerem a szomszéd autó fordul be, hogy azért száznál már le akar esni a futóművéről, mert a szilentek már 5 éve elköszöntek, hogy már a csillapítás sem annyira van a toppon, mint amennyire a toppon kéne lennie, meg úgy általában, hogy igen, nem költenek az autókra, cserébe az autók le is lakódnak. Ezek azok a dolgok, amik nekem nem férnek bele, és lehet, hogy esztétikailag nem 100%-os, ellenben műszakilag mindig az, és ez sajnos pénzbe kerül. A Prius karbantartását is úgy meg lehetne úszni lényegesen olcsóbban, nem kellett volna például, ahogy mondtam, gyári kerékcsapágyat venni. Nem biztos, hogy 0V20-at kell belerakni, az ugye drágább, de én azt hiszem, hogy ebben 0V20-at kell rakni. 10.000 kilométeren, ugye 10.000 kilométerenként cserélem az olajat, mellesleg nagyjából 5-8 decit fogyaszt felhasználástól függően, szerintem ez egy teljesen rendben lévő érték. Van, aki ilyen korábban már azt mondja, hogy érdemes bele 5V30-at tenni, mert abból még ennyit sem csípne, de én azt gondolom, hogy okkal mondták azt a mérnökök, hogy ebbe az autóba 0V20-at kell rakni. Szóval igen, én azt gondolom, hogyha biztonságosan és megbízhatóan akarunk autózni, akkor arra költeni kell. Amúgy teljesen jogos észrevétel, hogy ennyi pénzből, amennyit mondjuk erre az akupakra már ráköltöttem, simán kijönne egy dízelautónak a kettős tömegűje, vagy a turbófelújítása, vagy a komorér rendszernek a cseréje, ami valószínűleg megállja a helyét, de én egész egyszerűen nem szeretnék dízelautóval járni. Nem vagyok olyan felhasználó, tehát hogyha most minden nap nyomnám a München Szecsőt, akkor egészen egyértelmű, hogy én is egy 2 literes CRTDI-ben ülnék, vagy egy 1.6-os TDCI Fordban ülnék, mert az egész egyszerűen arra való. Nekem viszont az, hogy amikor a városban állok a dugóban, vagy az agglomerációban szöttyögök 12,5 km/h, akkor nem szeretném, hogy egy autót kergjen és remegjen alattam ilyen kellemetlen hangon, kellemetlen vibrációkkal. Igyekszem úgy autót vásárolni, hogy
passzoljon a felhasználási profilba. Az én felhasználási profilomba, hogy így mondjuk országúton mondjuk lemegyek Tapolcára, amúgy meg itt járok Budapesten és környékén, jelen körülmények között egész egyszerűen egy hibrid autó éri meg. A Priuszos egyedfejlődés egyik legkomolyabb lépése, amikor az ember már tud úgy beszélni az autójáról, hogy nem különösebben érdekli a fogyasztás, de hát nyilván egy Priuszról van szó, biztos sokan kíváncsiak, hogy mennyit eszik alattam ez az autó. Én többek véleménye szerint ezzel az autóval egy kifejezetten nyugodt sofőr vagyok. Általában tartom a 90-95 km/órát óra szerint, mert akkor megyek nagyjából 90-nel, ugye ettől függetlenül pedig betartom a szabályokat, viszont ha valaki szögymörög előttem, azért igyekszem kikerülni. Ezzel a felhasználással ez az autó városban fogyaszt ilyen 4-4-4-5-öt, ha kiszabadulok országútra és tudok menni nyugiban, akkor olyan 4-2-t. Most ugye a családi nyaralás alatt voltak nagy autópályázások, ott azért elszáll a fogyasztás, ilyen 4-8 és 5 körül levett, amikor küldtem az autóbánon. Kipróbáltam a végsebességét, nem hiszed el, korlátozás nélküli szakaszon megfutotta a 180 km/órát. Azt hiszem ott van benne egy limiter a villanymotorok védelmét hivatott ezt teljesíteni. Szóval, hogy ha azt mondom, hogy nagyjából 4,5 literrel számolok nagy átlagba, most éppen 4 hét a városim, mert ugye bejött a hideg idő, ilyenkor a Priuszok is többet esznek. Szóval, hogyha 4 féllel számolok így egész évre általános felhasználásra, akkor azzal nem lehetek nagyon távol a valóságtól. De összességében nem ezért szeretem ezt az autót, hanem azért, mert roppant tágas, megbízható, és nem kell váltogatnom. Szeretek váltani egy autóval, ha olyan az autó, arra tartom az MX-5-öt. Tehát az az alapállapot, hogy most rendben van az akkumulátor, hiszen egy kvázi új akkumulátor van benne, vagy hát legalábbis nagyon keveset futott akkumulátor van benne, nem fogyasztja az olajat, és a műszaki vizsga tanulsága szerint tényleg semmiben nem kötöttek bele, semmit nem jeleztek, hogy probléma lesz vele, ez az autó 100%-os állapotban van. Igen, ki lehetne polírozni, meg hasonlók, de igazából tényleg tulajdonképpen azon a felhasználási profilon, ahol én használom, tökéletes. De azért az emberben ott van, hogy mégis mit kéne vele csinálni. Na most én 3 forgatókönyvet görgetek magamban. Az egyik az, hogy használom, amíg ki nem esik a kereke, és bízom benne, hogy 3 vagy 4 év múlva bele tudok ülni egy teljes értékű villanyautóba, ami mondjuk 350-400 kilométert már elmegy egy töltéssel. Én azzal tökéletesen meg tudom oldani az életemet. A másik terv, hogy veszek egy plug-in hibridet. Na most ide én a leggyakrabban biciklivel járok. 17 km egyszerűen nincs szívem beindítani az autót, múltkor beraktam a Mazdába az olajhőmérőt, az 17 km-en még nem kezdte, nem ért el az olaj az üzemi hőmérsékletet, felteszem, akkor ez sem rajong érte, hiába van erre kitalálva. De a lényeg az, hogy sajnos a forgatások meg egyebek miatt viszonylag gyakran van az, hogy felszerelést kell vinnem, jön velem Roland és hasonlók, az nem megoldható bringával, olyankor autóznunk kell. Tehát erre tök jó lenne egy plug-in hibrid, mondjuk, ami tud stabil 25-30 km-t, bejövök, itt egy picit rátöltök, aztán pedig a benzinmotor beindítása nélkül hazamegyek. Például a Ford C-Max PHEV határozottan jónak tűnik erre a feladatra, és nem is annyira nagyon durva az ára, hogyha egy kicsit jobban jön ki a lépés, akkor még talán egy Passat GT-je is beleférne, bár attól azért egy kicsit félek a turbomotor, a dupla kuplungos váltó okán, ki tudja milyen lesz az használtam. Na mindegy. A harmadik terv pedig, hogy eladom a Priuszt, és veszek egy Prius Plus-t, egész egyszerűen azért, mert tágasabb. Én nem szeretem a biciklit kívül hordani az autón, és nagyon fontos, hogy tudjam hordani a biciklit, de a Prius Plus-ban meg tudom azt tenni, hogy ledöntök egy ülést, és marad 2 teljes értékű ülés, ugye hátul annak 3-as osztatú a hátsó padja, tehát marad 2 teljes értékű ülés, ahova le tud ülni a feleségem, meg be tudjuk rakni a gyerekülést is akár. Szóval ez a 3 terv áll előttem. Hajtani, amíg szétesik és villanyautó, eladni most, amíg jó és PHV, eladni most, amíg jó és Prius Plus. Írjátok meg, hogy ti mit csinálnátok a helyemben, és írjátok meg azt is, hogy ti milyen autókkal jártok, és azok esetleg mennyibe kerülnek így éves vagy havi szinten, hogyha a szervizelést és a karbantartást nézzük. Amúgy pedig iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan újra találkozunk.